Jó hangulatban, de koncentrálva végzik a gyakorlatokat a kisvárdai játékosok. Már a legutóbbi fordulóban a Honvéd otthonában a 94. percben kapott góllal vereséget szenvedett João Janeiro együttese az eddigi 6 győzelemmel szerzett 18 pont és a tabellán elfoglalt második hely a vezetőedző szerint felülmúlja a várakozásokat. Úgy gondolom, hogy amit eddig csináltunk, az mindenképp erőnfelüli. Szuperlatívuszokba tudok csak beszélni a csapatról, és ha a Honvéd mérkőzést megnézzük, ott is mi voltunk az egyetlen csapat, akinek 4-5 helyzete volt a gólszerzésre. A Honvéd az 2 pontrugásból tudott betalálni, úgyhogy mindenképpen ez egy erőnfelüli teljesítmény eddig a csapattól, de amire én törekszem, az az, hogy ne legyenek hullámvölgyek, hanem egy kiegyensúlyozott teljesítményt tudjunk nyújtani. Cruise control. A kapus Dombó Dávid a csapategységet és a fegyelmezett játékot látja a sikeres szereplés hátterében. Mindenki még precízebben tudja a dolgát, talán mint a tavalyi szezonban. Én úgy érzem, hogy a csapat tesz is érte, hogy ezek a úgymond szerencsésnek mondható dolgok a mi oldalunkon álljanak. Elengedhetetlen az égiek segítsége is. Úgyhogy igazából ez egy összetett munka. Én azt gondolom, hogy mindenki beleteszi azt a kis részt, ami az ő feladata, és ennek köszönhető az, hogy most sikeresek tudunk lenni a bajnokságban. A Kisvárda vasárnap az eddig 3 döntetlennel 3 pontot szerző sereghajtó Újpestet fogadja. I totally agree with what you say. The most hard game is this one. Nagyon nehéz mérkőzés lesz. Elég, hogyha megnézzük az Újpestnek a minőségét, hogy mennyire minőségi játékosok vannak nekik elől. Említhetem Beridzét, Kroázét vagy Tallót. Azért is nehéz mérkőzés, mert ilyenkor mindenki elvárja a győzelmet, hiszen ha ránézünk a tabellára, mi a legelején vagyunk, az Újpest pedig az utolsó helyezett, viszont ez nem tükrözi azt, hogy az Újpest milyen minőséget képvisel, és ha megnézzük, milyen gólokat kaptak például a Ferencváros ellen, ahol 80 percig ember hátrányban futballoztak, akkor láthatjuk, hogy 11-esből, illetve szögletekből kapták a gólokat. Ugyanúgy, ahogy minden mérkőzésen, fel fogunk rájuk készülni a lehető legjobban, és a győzelemre fogunk törekedni. A 9. forduló további párosítása a következő, MTK Budapest Puskás Akadémia, Gyirmót Paks, Ferencváros Zalaegerszeg, Molfehérvár FC Budapest Honvéd és Mezőkövesd DVSC.